Basszok! Úgy nézek ki, mint egy hűköny! Ezt hoztam a hülye Bea! Azt hitt, hogy így néz ki a Tyler! Valóságsorot néztünk meg, az egyik barátom jelentkezett a valóságsorban, stb. Úgy látom, még dumálnom kell ezek szerint, mert a fiúk még messze nincsenek kész. Aha, itt akkor hosszabb konferenc szükség. December 28-án a Szimacsarnokban az Irigy Hónaim Irigy adja szokásos évi hangversenyét, és ez a hülyén felhúrozott gitár is meg fog majd szólalni egy Rammstein szám paródiájában. Több titkot nem árulhatok el, mert a Sipos Peti meg fog verni, meg Chuck Norris is, vagy mi van? Most Zorro vagyok, de be kéne hangolni a gitáromat, mert nagyon szorul. Ja, visszadob, bocsánat, csak el akartuk vinni. Igen, ez nem is Batman, hanem csak... Vagy mi? Mi az, hogy nem Batman? Hát figyelj, most már megismersz. De normális ez? Ne gombold már be, Bea. Ez milyen jelmez? Pont ezt nem szeretném, hogy megmutatnátok a közönségnek ezt a jelmezt. Mert ez egy meglepetés jelmez lesz. Igen? Igen, csak a ruhásunk mindent begombol, és egyszer agyon fogom verni, mert soha többet nem tudom kigombolni. Sokkal rosszabb, nézd meg, én nem bírok kigombolni semmit. Mert te ruhádat is begombolták, és most soha nem tudod többet kigombolni. És hogy törölt ki a seggedet? Föltettem az optikai turingot a bérre. Azért ez nagyon szép, és amikor a Lois Lane átölel téged, és visz az ágy felé, akkor mennyi idő a vetkőzés? Hát gyakorlatilag ezt nagyon hamar le tudom kapni, mert csinálok egy ilyen Lois Lane-es verziót itt elől, csak egy ki lesz a hancúr lesz lógatva. Vagy... Repülni tud? Tudok. Mutasd. Ja, itt nem tudom megmutatni, de tudok repülni. Egészen magasból ki tudok ugrani egy repülőből. És Batman hogy csajozik? Hello, én a Batman vagyok. Így. Ha jó nő lennél, akkor most biztos bóknak vennéd, de te fogytál az utóbbi időben. Nincs már pénzünk kajára, maradt az ital. Csak iszol? Igen. Csak üdítőt? Csak töményet. Milyen érzés mindenféle ilyen mitikus lénnyel fellépni? Van itt Batman, Superman, bőrkabátos... Bőrkabátos hülye. Ő lesz a Terminátor egyébként. Tehát ő is egy mitikus lény. Nagyon jó érzés. Én meg mindjárt beöltözök öreg embernek. Elnézést, a Terminátort keresek. Megtaláltatok, srácok, szevasztok. Ahogy, paplacsek. És hol van benned a fém, hol van rajta az élőszövet, meg szóval azért van csomó dolog, ami mondjuk szerintem te még nem vagy Terminátor. Ez egy teljesen régi terminát, 41 éves már, úgyhogy még akkor nem fémvázra, hanem ilyen rossz csontra építették fel ezt a szövetet. Egész jól sikerült. Mi motivál még benneteket, hogy ilyen igazi nagy sót adjatok? Hiszen amit lehetett, azt ebben a műfajban Magyarországon elértétek. Hát igazán ez motivál, hogy legyen sok fellépésünk, nézzenek az emberek, nézzék a klippeket. És nagy... legyen pénz itt arra. És legyen pénz itt arra, igen. Veszélyes dolog riporternek lenni, pláne az Irigy Hónaim Irigy környékén. Te éppen mit rontottál el, és miért kiabáltak veled az előbb? Én semmit nem rontottam el. Én most kikészítettem az oknimat, amit, hogyha már nagyon unom majd az interjút, akkor az orrod elárakok. Semmit nem. Mi, büdös? Nem? Hagyd szagoljam meg. Tehát azért... 23 éves, 22 éves a zenekar, ennyi. Mi motivál még a színpadra fölmenni? Tehát így fölkelsz, egy idősödő rockzenész, van még kedvem nekem fölmenni olyan hangzavarba, meg olyan sok ember elé? Az igaz, mikor egy nagy köd van és jeges az út, akkor az embernek nincs kedve elindulni, fellépni, de mikor ott vagy a helyszínen is, akkor fantasztikus buli kerekedik, meghívják az embert egy-két komoly pálinkára, akkor mindig jól érzem magam. Ha önök azt gondolják, hogy Gáspár Győző szellemének megidézése nélkül elképzelhető egy Irigy Hónaim Irigy koncert, tévedtek. Ennyit mondok csak önöknek. Jó vakerkel, Dikmá!